Sziasztok, tisztelettel köszöntök mindenkit! Ebben a videóban egy lineáris egyenlet oldunk meg az ELU felbontás alkalmazásával. Olyan megoldási módszert alkalmaztam, ahol behelyettesítést nem használtam, az egyes lépéseket mátrixok és mátrixok, mátrixok és vektorok szorzásával, illetve mátrix inverzek alkalmazásával implementáltam. Ezen matematikai műveletek elvégzését az Excel beépített függvényeivel oldottam meg. Lássuk az egyenletrendszert, amely a következőképpen néz ki: 4x1 plusz x2 plusz 2x3 az egyenlő 8. 2x1 plusz 4x2 plusz x3 az egyenlő 4 x1 plusz 2, x2 plusz 4, x3 az egyenlő 9. Írjuk át az egyenletrendszer bal oldalán álló együtthatókat mátrix alakba. Ezt a mátrixot A-val jelöltem, elemei tehát 4, 1, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 4. Célunk az A-mátrix lépcsős alakra hozása, vagy más szavakkal felső háromszög mátrix létrehozása az A-mátrixból. Első lépésben az a célunk, hogy itt ezt a piros háttérszínnel megjelölt kettes értéket, ezt nullává változtassuk. Ezt úgy érjük el, hogy ebből a második sorból ki fogjuk vonni, az első sornak az egy-kettet szeresét, tehát a felét. Ezt a kivonást, ezt egy mátrix művelettel fogjuk megoldani, ehhez készítünk egy E1-el jelölt elemi mátrixot, tekintettel arra, hogy a második sort módosítjuk a második sorba, és mivel hogy az első sort vonjuk ki, az első oszlopba egy mínusz 0,5-es értéket fogunk beírni. Ezt a mátrix szorzást, tehát az egyes elemi mátrixnak és az A mátrixnak a szorzását, ezt Excel-lel végeztem el. Az eredmény ebbe a kijelölt blogba került, az M múlt angol nyelvű makrót használtam, melynek első paraméterébe, az elemi mátrix második paraméterébe, pedig a második A mátrix került, az eredmény pedig itt láthatjátok. Tehát itt a pirossal jelölt kettes érték, ez valóban nullára változott, ahogy szerettük volna. Ezzel az első eredmény folytatjuk a műveletet. Ismét megjelöltem pirossal azt az elemet, amit nullára szeretnénk változtatni. Ehhez a harmadik sorból kivonjuk az első sor egynegyedét, hiszen ekkor 1-1 egy egy az nulla lesz. Tekintettel arra, hogy a harmadik sort módosítjuk, ezért a harmadik sorba, illetve tekintettel arra, hogy az első sort vonjuk ki, ezért az első oszloba egy mínusz 0,25 százados értéket fogunk írni, és ezt az elemi mátrixot ez E2-vel jelöljük. Itt is az M múlt függvényt használtam a két mátrix összeszorzására, az eredmény pedig az lett, hogy valóban itt az egyes érték helyett egy nullát kaptunk. Nézzük a harmadik műveletet. Ezt az 1,75 százados értéket szeretnénk itt nullára változtatni, ezért ide a harmadik sorba és a második oszlopba egy mínusz 0,5-es értéket írtunk be, hiszen a második Sornak a felét szeretnénk kivonni ebből a harmadik sorból. Itt is az M múlt függvényt használtam a két mátrix összeszorzására, az eredményt pedig itt látjátok, illetve itt az elemi mátrixot azt E 3-assal jelöltem. Tehát itt zöldre jelöltem az eddig megkapott eredményt, Láthatjuk, hogy sikeresen létrehoztuk a felső háromszög mátrixot, a főátló felett szerepelnek csak nullától különböző értékek, alatta pedig csak nullák szerepelnek. Írjuk fel az eddigi számításokat képlettel, tehát az E3 szorozva az E2 szorozva az E1 szorozva az A-val, ezt mi ugye U-val, azaz a felső háromszög mátrixsal jelöljük. Vigyük át az elemi mátrixokat az egyenlet jobb oldalára, az átvitelnél az U mátrixot balról fogjuk megszorozni, és az elemi mátrixok inverzei kerülnek a jobb oldalra. Tehát először átvisszük az E3-at, majd az E2-t, majd az E1-et, és ezeket szépen balról szorozzuk meg az U mátrixot ezekkel az átvitt elemi mátrixokkal, így a képletünk a következőképpen fog kinézni. Az A mátrix az egyenlő az egyes elemi mátrix inverze, szorozva a kettes elemi mátrix inverze, szorozva a 3-as elemi mátrix inverze, beszorozva U-val. Ezt a részét ennek a képletnek, hogy e egy a mínusz egyediken szorozva, e 2 a mínusz egyediken szorozva, e 3 a mínusz egyediken, ezt L-lel jelöljük, tehát ugye ez lesz az alsó háromszög mátrix. Ezeket én szépen felírtam, ezeket a mátrixokat, ezeket az elemi mátrixokat egymás mellé, úgyhogy vettem mindegyik elemi mátrixnak az inverzét, és mint láthatjátok, itt az M inverse függvényt használtam, és megkértem az Excel-t arra, hogy a paraméteréül kapott matrixnak számítsa ki az inverzét. Az egyigi számításoktól eltérően ezt a három matrixot nem két sorban oldottam meg, hanem egyetlen egy képlet alkalmazásával, tehát e mögött a zöld eredmény matrix mögött egy egymásba ágyazott M múlt függvény található. Először a belső M múlttal összeszoroztam az első kettő mátrixot, majd egy külső M múlt függvény paramétereként a belső M múlt függvénynek az eredménye és a harmadik mátrix szerepel, és ezzel meg is kaptuk itt az alsó háromszög mátrixot, melynek eredményeit itt láthatjátok, ami azt jelenti, hogy a főátlóban csupa egyesek szerepelnek, és a főátló alatt találhatóak a nem nulla értékek, a főátló fölött csak nulla értékek szerepelnek. Ezzel a lépéssel elkészítettük az alsó háromszög mátrixunkat, tehát az L-t, és a felső háromszög mátrixunkat, az út, tehát az L mátrixot, az itt bal oldalt, az U mátrixot pedig itt jobb oldalt láthatjátok. Nézzük még egyszer az egyenletrendszerünket. Az egyenletrendszer jobb oldalán lévő vektort nevezzük el B-nek. Tehát ezt a 8, 4, 9-es három elemből álló oszlop vektort, ezt B-nek nevezzük el. Ezt itt látjátok, hogy a B az egyenlő 8, 4, 9. Az egyenletrendszer megoldásához egy fontos képletet kell megoldanunk a következő lépésben, ez pedig az, hogy az L szer Y az egyenlő B. Ebben a képletben egy ismeretlen van, az Y vektor. Rendezzük át az egyenletet úgy, hogy az ismeretlen vektor a bal oldalon a nem ismeretleneket tartalmazó változók a jobb oldalon szerepeljenek. Ekkor tehát az y egyenlő az l a mínusz egyediken szer b lesz. Tehát ugye ezt az l alsó háromszög mátrixot úgy vittük át a jobb oldalra, hogy balról szoroztuk meg a b vektort az l mátrix inverzével. Oldjuk meg ezt az egyenletet. Tehát az y egyenlő, itt én vettem az L mátrixnak az inverzét, az M inverz függvényjel, majd beszoroztam ezzel az oszlopvektorral. Az eredményt itt láthatjátok, Ö, teljesen mindegy, hogy itt egy mátrix és egy oszlopvektor szerepel, a kettő összeszorozható, hiszen a mátrix oszlopainak a száma megegyezik az oszlopvektor sorainak a számával, tehát ebben az esetben ugyanúgy az M múltot használjuk, a 3x3-as mátrix és az oszlopvektor összeszorzására. Ezáltal, tehát az y-vektor az egyenlő 8, 0, 7 lesz. Jöjjön egy második képlet, amit meg kell oldanunk. Az u szor x az egyenlő y. Tehát ugye a felső háromszög mátrix szorozva az x vektorral, az egyenlő az y vektorral. Ebben a képletben egy ismeretlen van megint, ez az x vektor. Rendezzük át az egyenletet úgy, hogy az ismeretlen vektor a bal oldalon, a nem ismeretleneket tartalmazó változók a jobb oldalon szerepeljenek, hasonlóképpen nyárunk el, vesszük az U matrixnak, tehát a felső háromszög matrixnak az inverzét, átvisszük balról megszorozva az Y oszlopvektort, tehát az x az egyenlő az u a mínusz egyedi szorozva y. Oldjuk meg ezt az egyenletet is, tehát az x az egyenlő. Ugye itt a, az u vektort, amit már fentebb kiszámoltunk, annak számoltam ki az inverzét az excel -el. Ezt beszorzom az y vektorral, amit ugye itt az előző lépésben számoltunk ki. És itt is az m múlt, tehát egy matrix és egy oszlopvektor összeszorzását alkalmaztam, és ezzel meg is kaptuk az eredményt, az X az egyenlő 1, 0, 2. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy az X1 az egyenlő 1, az X2 az egyenlő 0, míg az X3 az egyenlő 2 lesz és ezzel el is jutottunk oda, hogy sikeresen megoldottuk ezt a lineáris egyenletrendszert csupán mátrixok és vektorok szorzásával, invers számítással. És ennyi lett volna akkor ez a matematika tananyag, ennek a feladatnak a megoldása. Én köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!